A települések életének fontos részét képzi a hagyományok ápolása, nincs ez másként Kurdon sem, mesélte a község polgármestere. Azok, akik betakarítanak jelenleg, azok pedig pont a földeken vannak, úgyhogy talán ezért is egy kicsit kisebb az idén majd a felvonulás menete. Valamilyen módon próbáljuk őket helyettesíteni, mert tehát ők a traktorokban és a kombájnokban ülnek jelenleg is kinn a földeken. Visszatérve a hagyományokra, nagyon fontosnak tartjuk, hogy a kicsinyeink is itt legyenek. Ezért az óvodások minden évben résztvevői a rendezvénynek, ugyanígy az iskolások, és legfőképpen a néptánc együttest kell felsorolnom, akik elengedhetetlen kellékei a napnak. Magam is részt vettem a kezdetektől, ami azért a 2000-es évek közepére tehető, hogy akkor kezdődött Kurdon, és mindjárt vége is lett a lovakkal történő felvonulásnak. Ezelőtt körülbelül egy olyan 6-8 éve még volt néhány fogat, akkor már helyből csak egy, a környező településekről kisegítettek bennünket, és onnan jöttek kocsik. Emlékszem, még akkor az óvodásokat is vitte egy spediter, egy döbrökközi spediter. Sajnos, tehát ez most már 6 év óta a gépek vették át a lovak szerepét. Jelenleg úgy tudom, hogy Kurdon egyetlen egy olyan ló sincs, ami igavonó lenne. Két hátasóról tudok. A betakarítási időszak lezárásaként volt jelen a települések életében a szüreti felvonulás. A legtöbb községben még él a hagyomány, csak egy kicsit szerényebb módon, mint az előző évtizedekben. Kurdon ez az első alkalom, hogy megállók nélkül vonulnak a feldíszített járművek, mondta el a település polgármestere. Kurdon az a hagyomány, és úgy tudom, hogy máshol is, hogy akik felülnek a kocsira, ők díszítik. A reggel 10 órakor álltunk ki a járművekkel, és mindjárt körbevették a serénykezek. A óvodásokét az óvodások, a néptánc együttesét a néptánc együttes, és van néhány magán jármű is, amit a gazdáik díszítettek. Előző években megállók is voltak. A néptánc együttes minden egyes utcában leszállt, és mindenhol eltáncolta a megfelelő táncokat. Most a 2 évvel ezelőtt már egyszerűsítettünk egy kicsit, hogy csak itt a művelődési háznál lesz egy össznépi tánc. A Kaposmente Hagyományőrző Egyesület évről évre szerves része a település születi felvonulásának. Kiveszik a részüket a járművek díszítéséből, és rájuk marad az ilyenkor hagyományos dalok, kis mondókák felelevenítése is, hangsúlyozta az elnök Farkas Sándorné. A kurdi hagyományos néptánccsoport 16 éve működik a településen, 10 éve egyesületként működünk. Kicsi és nagy csoportunk van, nagyon-nagyon büszkék vagyunk, hogy most szép számmal bővült a létszám. Évek óta szerves részei vagyunk a falunapoknak, rendezvényeinek, illetve az egyéb más falu rendezvényeknek. Ez egy rendkívüli szüreti felvonulás. Sajnos a pandémia miatt kénytelenek voltunk több mint egy év óta, hogy nem működött a társcsoport. Ezért egy teljesen új tánccal készültünk, mert szerettük volna, hogy minden táncos részt tudjon venni benne, és ha a régi táncokat táncolnánk, akkor csak a régi aktív tagok tudtak volna ma szerepelni, és úgy gondolom, hogy a falu közössége mindenkire kíváncsi, picire, nagyra egyaránt. A táncosok az előző hetekben már a születi felvonulás utáni műsorra készültek a próbákon is. Ez egy olyan koreográfia lesz, amit picik és nagyok együtt táncolnak, nem nagyon szoktunk ugye ilyeneket táncolni. 18 felnőtt tagunk van, vagyis aktív táncosunk a nagy csoportban, illetve most ugye mondtam, hogy szeptembertől egy kis csoport is létrejött, ami 13 fővel működik. Az egyesületnek sokkal nagyobb a létszáma, mert hogy azért a régi táncosok nem mentek el teljesen tőlünk. Aktívan nem táncolnak, de az életünkben ott vannak, részt vesznek, úgyhogy támogatnak bennünket sok mindenben. Kurdon hagyományos, ugye ez a rendezvény minden évben, talán tavaly volt az első év a pandémia miatt, hogy nem sikerült, de nagyon régóta megtartjuk ezt a szüreti felvonulást, és mindig is ovisok, iskolások és táncosok ugye aktívan részt vettek évek óta.
A néptánc együttes tagjai a felvonulás után a művelődési ház udvarán a legújabb koreográfiájukat mutatták be az érdeklődőknek, melyet művészeti vezetőjük, Kisné Kecskeméti Eszter tanított be nekik. A szüreti felvonulás hagyományának ápolása és éltetése ezúttal is jól sikerült Kurdon. Köszönöm.